Hello, hello, sziasztok! Barom Elrossz vagyok, és ebben a videóban a megígért, kicsi megígért dolognak teszek eleget, mégpedig egy kicsit beszélek a Kronról. Bocsánat a csapzott stílusért, csak nemrég mostam hajat, meg egy videóban még plusz dolgokat csináltam, de azt majd úgyis látjátok, azért olyan a hajam, amilyen, tehát kicsit vizes. Nos, lássuk, most, hogy letudtuk az alapvető küllemi dolgokat, most már beszéltünk arról, ami a videó témája. Szóval, először is én felírogattam ide címszavak, vagy miről szeretnék beszélni, hogy ne legyen, hogy legyen valami kohéziója az egész történetnek. Úgyhogy először is szeretném leszögezni, hogy olyan két és fél éve diagnosztizálták nálam a Crohn-t. Ez idő alatt 7 műtéten volt. Ezek között volt laparotómia, nyitásos műtét, volt egy sztóma nyitás, tehát egy sztóma kreálásos műtét, és ugye nekem ileosztómám volt, tehát vékonybél sztóma, és ahhoz mértem még volt egy ileotranszverzesztómia, ami ugye azt jelenti, hogy visszatették a helyére a történetet. Na most, ugye a Crohnról, hát hogyha ide tévedtél, vagy tévedtetek, vagy tévedtek, nem tudom, hogy tegezni nem szabad, mindegy, a lényeg az, hogy akárhogy is kerültek ide, attól függetlenül valószínűleg már ismerik a Crohnt, vagy a hozzátartozójával van hasonló probléma, vagy saját magával, így vagy úgy nyilván érdekli a dietetikus dolog. Na most, ugye aki volt már kórházban, főleg Crohnnál, ugye már eleve egy gastroenterológus is elküld dietetikushoz, és akkor nagyjából belövik az étrendet, na most nulla. Tehát azt szeretném először leszegezni, hogy 7 műtét alatt, plusz a kivizsgálások alatt olyan 10-szer kaptam dietetikus ajánlást, hogy miket szabad, és miket nem szabad enni. Sajnálatos módon, ami tényleg egyébként az, egyrészben ez nagyon nagy mértékben függ az egyéni toleranciától, de azért is zárójában megjegyezném, hogy ettől függetlenül van egy alap irányelv, amit követni kell, tehát egy olyan diéta, amit követni kell. Erre majd nyilván kitérünk. A másik pedig az, amit meg szeretnék jegyezni a dietetikusokkal kapcsolatban, hogy sajnos nincsenek a toppon. Sajnálom, hogyha ezzel valakit megsértek. Lehetséges, hogy vannak jók. Én sajnálatos módon csak rosszal találkoztam. Nem ajánlottak szinte semmi érdemlegeset, nem tudtak semmihez semmit sem szólni, így az ember eléggé magára van utalva. Ennek a videónak a célja pedig az, hogy ezeket a dolgokat kicsit átbeszéljük, hogy a mindennapok sokkal egyszerűbbek legyenek, gördülékenyebbek, és ne kelljen azon gondolkozni, hogy ezt ehetem, nem ehetem, ez jó-e nekem, vagy nem jó nekem. Nem fogok tudni konkrét példát hozni, hiszen ez megint csak egyéni tolerancián alapszik, de megpróbálok egy olyan alapvető, eszenciális dolgot átadni, amivel az ember már ki tudja gondolni, ki tudja tapasztalni, hogy mi az, ami jó neki, mi az, ami nem. Tehát elsődleges fontos dolog, amit meg kell érteni a Crohnnal kapcsolatban, hogy egyéni tolerancián alapszik. Tehát van, aki gluténérzékeny, van, aki laktózérzékeny, van, aki tejfehérjeérzékeny. Ezek egyénileg elogatja, sajnos nem lehet. Sokszor viszont gluténérzékenység és laktózérzékenység társul a betegséghez. Ugye a laktóz az a tejtermékekre, a glutén az nagyjából mindenben benne van, de szerencsére a napjainkban már eléggé könnyedén hozzá lehet jutni glutén, meg laktózmentes dolgokhoz is, de ugye itt is megjegyezném, még itt nagyon-nagyon zárójelben az elején, hogy a laktózmentes dolgok, az nem azt jelenti, hogy nincs benne laktóz, kétféle laktózmentes dolog van elkészítésétől függően, vagy tartalmaz laktáz enzimet, ugye amit a szervezet nem termel ilyen esetekben, és ezért nem tudjuk lebontani a tejet. A másik az, hogy laktózmentes, tehát nincs benne az az anyag, ami maga az a laktóz, ez ugye egy hosszabb, nehezebb procedúra, hogy azt ott kivonják belőle, és ezért ez drágább is, és általában ritkább is. Általában ráírják, hogy laktózmentes, és igazából laktázenzim van benne. Könnyen megnézhetjük, általában a hátulján, a felhasználói vagy fogyasztói leírásban mindig ott van, hogy milyen anyagok vannak rajta. Általában utolsónak szokták rakni, hogy az ember véletlenül se olvas el. Oda lesz írva, hogy laktázenzim van benne. Ha nincs, ha véletlenül nincs odaírva, akkor nem laktázenzim van benne, hanem úgy laktózmentes, hogy ki van belőle vonva a laktóz. Akkor beszéljünk egy kicsit magáról. Először is elmondom, hogy mikről lesz szó. Ezt ugye lehet az elején kellett volna, de mindegy. Először is általában a Crohnról lesz szó. Tehát egy kis betekintés, hogy mi is az a Crohn. Aztán beszélünk a húsokról, a felvágottakról. Azért szedtem ezt a kettőt külön, mert
A húsok ugye főtételekhez van általában, tehát leginkább ebédhez, vacsorához. A felvágott meg ugye reggelire, tehát azért vettem külön, hogy azért ez egy elég sarkalatos történeti dolog. Általában a krónról, pedig magával az étkezési szokásokról fogunk, és egy kicsit átvenni a dolgokat. Lesz szó a zöldségekről, gyümölcsökről nyilván, a magok, a hüvelyesek, meg hasonlók, az üdítőkről. Itt megemlíteném azért még a káros, úgymond káros szokásokat, tehát a cigarettát és az alkoholt, mint problematikus tényezőt. És bár nem feltétlenül a táplálkozáshoz kapcsolódik, de itt azért még elmondok egy pár szót a gyógyszerekről és a gyógyszerezésről, amit nagyon-nagyon gyakorta az orvosok tökéletesen elfelejtenek, és ez elég nagy problémákat tud okozni. Úgyhogy kezdjük is, általában a krónról. A krón egy akut, általában vastagbélgyulladásos megbetegedés, de sajnálatos módon ráterjedhet akár a kolon deszkendensre, aszkendensre, tehát a felszálló, leszálló ágra ráterjedhet, és nagyjából a vékonybélre is ráterjedhet, főleg az előső, tehát ugye a vékonybél, vagy a vastagbélből számított előső szakasza, az össze szájaztatásánál, a terminális ileumnál így hívják. Sajnos erre is rá tud terjedni, esetemben egyébként ez történt sok, nagyon sok esetben. Ugye a Crohn obstrukciókat okoz, ami azt jelenti, hogy vagy kiukad, vagy adott esetben sipolyokat okoz, tehát úgymond patológiásan eltér az átlag anatómiától valamilyen okból kifolyólag, akár ez lehet bélcsavarodás, szűkület, sipoly, a sipoly egy ilyen rendellenes járat a szervezetbe, ami így a váladékot át akarja vinni A pontból B pontra, leginkább a szervezetből kifelé szokás ezt vinni, de van, hogy szerveket is össze tud kötni, tehát adott esetben a belet összeköti a húgyhólyaggal akár, tehát ilyenek is előfordulnak. Szóval ez jelenti az obstrukció, ilyeneket tud okozni a krón. Egyébként erős hasi fájdalommal, leginkább alhasi fájdalommal, nyilván hiszen vastagbélre van szó, de akár magánál a rektumnál is kialakulhat, tehát magánál a végbélnél is kialakulhat ez a betegség. Sajnálatos módon elég nagy a palettája, hogy milyen tüneteket okozhat, attól függően, hogy melyik bélszakaszt érinti, hiánybetegségek alakulhatnak ki, hiszen felszívódási zavarok, ugye, hogyha valami nem úgy szívódik fel, ahogy kellene neki, akkor abból hiány szenved, és ez kialakul egy hiánybetegség, hogyha nem pótoljuk. Itt még egyébként majd a táplálék kiegészítőkről is szó lesz, ezt nem írtam föl, mert ezt úgy nagyon zárójelbe fogom csak megjegyezni, mert hihetetlen sokféle van, erre külön videót majd szentelek, de most csak úgy megemlítem. Szóval a krón nagyjából egy ilyen történet, hogyha valaki krónos, akkor tudja jó, hogy miről beszélek, általában hasmenéssel jár, erős hasi fájdalommal, és rossz közérzettel, rossz kedvel, gyengességgel, fáradtsággal, akut dologról, tehát hosszú idő intervallumot felülelő dologról, és hát egy rossz kedv az nagyon erősen, tehát az ember már ki se akar kelni az ágyból, erőt kell venni magán, nincs kedve semmihez, fáradékony, hiába alszik 11 órát, hasonlók, ha egyáltalán tud aludni, mert ugye van olyan szakasz, amikor nem. És itt azért van ez a bevezető, mert itt nagyon erősen meg kell jegyezni, hogy nem mindegy, milyen szakaszban van a betegség. Ötféle szakasza van, nem fogom felsorolni mindegyiket, nem kell tudni. Az elsőt, a középsőt és az utolsót kell tudni, tehát az első, harmadik és ötödiket kell tudni. Az első az a súlyossági sorrend a legteteje a legsúlyosabb, és a legalja a legkevésbé súlyosabb. A legteteje az az, amikor már nem tudsz, a paraenteriális étkeztetést kell, ilyen szép latin kifejezések is vannak. A lényeg az, hogy ebben az esetben nem tud az ember táplálkozni saját magától, ilyenkor szinte csak tápszerekre és infúzióra, vagy fiziológiás oldatra van szüksége, teljesen mindegy, hogy mondjuk. Ilyenkor rendes, orális táplálkozás ki van zárva. Ez a betegségnél bármikor előfordulhat, sajnálatos módon ez minden esetben kórházi ellátást igényel. A harmadik az a középsúlyos állapot, azt azért emelném ki, mert odáig szokott általánosságban szóval odáig szokott elfajulni a betegség. Na most úgy nagy átlagban, ez amikor fellángol. Mert ugye vannak jó felívelő szakaszok, és vannak nagyon leívelő szakaszok. Ez a kedvben is megnyilvánul, de ugye a tünetek ekkor súlyosbodnak. Na most, amikor úgy, ahogy súlyosbodnak a tünetek és fellángol a betegség, ez a harmadik fokozat, ilyenkor sajnálatos módon nagyon gyenge az ember, nagyon nehezen ehet, és ilyenkor jönnek be a rizsnyák, leves,
típusú történetek. Ugye a rizsnyák leves az az, amikor a rizst addig főzzük, ameddig gyakorlatilag leves formátumban szét nem fő, és azt teszegetjük. Iszonyatosan undorító, ne is kérdezzétek. Borzalmas. A lényeg, hogy ilyenkor nagyon-nagyon alap diéta kell, mindenképpen minden párolt legyen, minden pépes legyen, hogy ezzel is megkönnyítsük a szervezetnek a munkáját. Nem erről fogunk beszélni, hanem akkor, amikor nincsenek tünetek. Azért nem említem meg, azt külön videóba fogom megbeszélni, mert ilyenkor az ember már általánosabban a kórházban van, és ott amúgy is kap ételt, tehát igazából erről ezért nem kell érdemben beszélni. Viszont az ötödik az az, amikor relatíve, vagy teljesen, vagy egy helyek közel tünetmentes az ember. Ez az ötödik típusú dolog. Én most jelenleg egyébként ebben vagyok, de ez bármelyik pillanatban megváltozhat, tehát lehet, hogy videó végére már rosszul lesz. Na jó, azért egyre nem változik, de mondjuk a hónapokként így lehet, hogy rájön egyszer-kétszer a rossz történet, és akkor az tart X ideig. Na most, a lényege a történetnek egészen egyszerű. Ilyenkor viszonylag kevés tünet, tehát tünetszegény ez az időszak. Ez azt jelenti, hogy van hasfájogatás, de nem annyira, ehetek ezt is, de nem is ehetek, több. Természetesen ez nem műtét után van, mert műtét után mindig nagyon erős diétát kell tartani, de azt úgy is elmondják a kórházba, ezért nem ejtek most szót róla. Szóval az ötödik esetben pedig arról van szó, hogy nagyjából lehet mindenki mindent, és ki kell tapasztalnia. Erre buzdítanám az összes nézőt, hallgatót, vagy akármilyen formában nézi a történetet. Mindenképp próbálkozzunk, mert sajnos ez egyéni tolerancia, hogy a videó elején említettem, meg valószínűleg már tudják, de ettől függetlenül ezt muszáj bevetni. Muszáj erőltetni a dolgot, mert egyébként túl egysíkú lenne a történet. De vannak olyan irányvonalak, amiket muszáj tartani, és most erről fogunk beszélni. Nézzük a húsokat. Húsokban egész egyszerű az irányelv, a nagyon zsíros és füstölt dolgokat, azokat feltétlenül el kell kerülni. Ugye a magyar közegben eléggé elterjedt a vastagbélrák, második a top, második, nagyon-nagyon-nagyon vezetünk vastagbélrák esetén. Ez azért van, mert nagyon sok füstölt és fűszeres ételt teszünk. Sajnálatos módon ezeket érdemes elhagyni, vagy el kell hagyni. Füstölt ételeket ne nagyon együnk, az irritálja a vastagbelet, és ugye az általában a vastagbélre koncentrálódik, úgyhogy mindenképpen felejtsük el a füstölt ételeket, amúgy sem éri meg. Én nem is szeretem, de hogyha valaki szereti, akkor is jobb, hogyha kerüli. Ugye a nagyon zsíros dolgok, az megint csak olyan, hogy azt a szervezetnek az felbontani, az nehézkes, és ugye a pufaszó húsokat is kerülni kell, tehát ilyen például marhahús, disznóhús, ezeket mindenképp kerüljük, mert ugye ez sok bélgáz termel, és hogyha esetlegesen van gyulladás, az a feszülést okozó bélgáz, az eléggé fájdalmas nagy görcsöket tud okozni, ne adj Isten még kiukadást is, vagy bélnyálkahártya elgyengülést okoz, ami nem túl előnyös. Inkább próbáljunk szárnyasokat enni, csak közben ide-ide pillangatok, hogy azért tartsam az irányelveket. Szóval próbáljunk csirkét enni, leginkább a szárnyasokon belül, illetve, hogyha nem annyira szárnyasokat akarunk, akkor még ott vannak a halak. A halakból rengeteg féle van, a lazasztó elkezdve a pisztrángig mindenfélét ehetünk. Törekedjünk arra, hogy ezekben az esetekben ne nagy... mondjuk sóágyra rakjuk, és akkor ilyen nagyon sós legyen. Kerüljük azért a fűszereket, a halnak amúgy is jó íze van. Ha sztómások vagyunk, ne adj Isten, a halakat azért próbáljuk elkerülni, mert a hal is eléggé gázképző. Ettől függetlenül az nagyon egészséges, sok fehérje van benne, és olyan zsíradék, ami jó a szervezetnek, szóval ez igazából nem okoz nagy tünetet. Próbáljuk ki a halak azok mindig jók. Kicsit drágák, de hát most ez van, sajnálatos módon ez nem egy olcsó betegség. Így nagyjából ennyi lenne a húsok. Ki lehet próbálni kacsát, elkezdve mindenfélét, hogyha bírjuk, akkor lehet, de ez a fő irányelv, hogy mindenképpen próbáljuk ezeket normalizálni. Inkább csirke, ha lehet. Az elkészítési módja pedig nyilván nem rántva, mondjuk, mert a panír az eléggé nem annyira jó. A tojást azt, hát itt is megemlítettem, olyan heti egyszer-kétszer lehet enni, egyéni tolerancia szerint, de azért azt például nekem nem ajánlott, de van akinek igen, szóval azt is lehet, de ahogyha mégis, akkor ne tükörtojás formájában, mert akkor megkeményedik az a fehérje lánc, és akkor egy kicsit nehezebben lehet emészteni, tehát mondjuk főtt tojást lehet enni végül is. Húsok terén pedig mindenképpen próbáljuk párolni őket, ne legyen panír, ne, azt kerüljük el, a panír az nem jó dolog, és természetesen a fűszerezést is, azt majd később kitérek a fűszerekre, és akkor majd azt ott összeillesztik. Felvágottak is, az egy elég érdekes téma, lehetőleg legyen
lehetőleg legyen laktózmentes, lehet kapni egyébként elég sok helyen, és lehetőleg gluténmentes is legyen, hogyha van ilyen fajta intoleranciánk, vagy allergiánk, vagy érzékenységünk, akkor ezt eszközöljük, de egyébként alapból nem egy rossz dolog, mert ízbeli különbség nem nagyon van, de inkább árbeli különbség van, ott viszont elég magas. Legyenek kicsit drágábbak a húsok, így vagy úgy, felvágottak terén, mert annál jobb minőségű, ez nem feltétlenül nem teljes törvényszerűség, de azért általánosságban igen, mert sajnos az olcsóbb húsokat telenyomják ízesítőkkel, adalékanyagokkal, tartósítókkal, meg hasonlók, és ez nem annyira jó, ezért próbáljunk piacon vásárolni, főleg húsokat, de felvágottakat is lehet, akármit, próbáljunk frisseket enni, minél frissebbeket, és azokat nyugodtan meg lehet ezegetni. Felvágottakban annyira nem nehéz a történet. Reggelire akár lehet enni egy kis zsömlét, bele a kis vajacskát, lehetőleg ne túl olajos vajat, tehát azt azért nem margarint, hanem rendes vajat lehet, és akkor szépen rákened, rá, és készen vagy a történet. Ugye uborkát is lehet hozzáenni, persze ez később a zöldségeknek kitérek, de az egy más kérdéskör, de ott lehet, van mozgástér. Aztán lehetőleg kevésbé legyen zsíros, és lehetőleg pulyka, vagy valami hasonló történetből legyen. Egyébként a felvágottakban viszonylag mondom, nagy a mozgástér. A zöldségeket, ami azt illeti, ott egy kicsit már nehezebb a történet. A zöldséggyümölcs az azért nehéz, mert ott ugye vannak rostok, és nem mindegy, hogy mennyi rostot viszünk be, nem mindegy, hogy hogyan viszünk be a rostot, és nem mindegy, hogy milyen típusú rostokat viszünk be, tehát ott eléggé tricky a dolog. Az erős rostokat, azokat kerüljük. Tehát ilyen például káposzta, ilyen például a gyümölcsöknél a kiwi, a barack, ezeket mindenképpen kerülni kell. Ennek az oka az, hogy azokat elég nehéz megemészteni, és eleve a héját a dolgoknak nem szabad megenni, tehát héjában sült krumplit, például a héját azt hanyagoljuk, vagy hogyha répának a héját, az uborkának a héját, az almának a héját, mondjuk uborka héját nem nagyon szoktak enni, de tök mindegy, értitek a lényeget, vagy értik a lényeget. A lényeg, hogy nem szabad ezeknek a héját megenni, próbáljuk meg meghámozni, úgy sokkal egyszerűbben tudja a szervezet megemészni. Lehetőleg pároljuk meg, nyersen annyira ne eszegessük. A pufasztó zöldségeket, azokat viszonylag kerülni kell, az erősen rostosokat is, ahogyan említettem, illetőleg az erős felépítési és nyers dolgokat kerülni kell, ezen belül egyébként nyugodtan lehet, van mozgástér rendesen. Nekem sajnos nincs, nekem csak az uborka vált be a zöldségek közül, megmondom zárójelbe, de hallottam már olyanról, sok krónossal beszélgettem, sok kolitiszessel, IBD, hát ugye eleve az IBD-sekkel, ugye az IBD-nek három ága van, az irritabilis bélszindróma, a kolitis ulcerosa, és ugye a morbus Crohn, de ez most teljesen mindegy, így is rengeteggel beszélgettem, és van akiknek beválik, van akiknek nem, nekem az uborka amúgy is 95 vagy 97%-a gyakorlatilag víz, folyadék, tehát igazából nagy probléma ezzel nincs. Nagyjából ennyit a zöldségekről. A gyümölcsök, az egy trikibb dolog, leginkább a banánt ajánlanám, egyrészt a felépítése miatt, másrészt könnyen emészhető, és megfogja a székletet, ami ugye egy krón esetén az eléggé nagy szempont, meg hát ugye eleve az IBD-seknek egy nagy szempont ez az egész, mert ezt általában bírni szokták. Kerülni kell a savas gyümölcsöket, itt megjegyezném a kivit, azt nagyon-nagyon, azt több szempontból sem szabad. Nagyon savas, nagyon sok mag van benne, a magos gyümölcsöket, sok magvas gyümölcsöket, mint például eper, kivi, ezeket mindenképp felejtsük el. Azok a kis magvak, azok irritálhatják a belet, és a bélredőkbe még be is ragadhatnak, és az nem biztos, hogy jó, szűkület esetén meg még akár el is akaszthatják, ha nagyon erős a szűkület, bár akkor azt már úgy is kezelik. Mindegy, a lényeg, hogy azt kerüljük a sok magvasokat, el lehet úgy készíteni, hogy például az epret is, hogy centrifugával így kiszedni a magokat, akár meg is hámozhatjuk úgy is, sok idő, nehézkes, de higgyék el, megéri, mert egyébként az lesz a történetnek a vége, hogy valamilyen obstrukciót okoz, és az nagyobb baj, mint hogyha most egy 10-15-20 perccel többet vesződik vele az ember. Az erős rostokat, például a barackokat mindenképp kerülni kell, tehát ilyen barackféléket, ezeket ne nagyon, erős rostokat itt is érdemes elkerülni. Pufasztókat, hát az egyértelmű pufasztókat, szilva például, csak hogy egyértelmű dolgot legyen, körte, alma,
Az almát is bírni szokták, de azért azzal is módjával. Egyébként az egész étrendre, ezt majd a végén elmondom még egyszer a biztonság kedvéért, az egész étrendre igaz, hogy módjával. Tehát az, hogy most bírja az ember a csirkét, az nem azt jelenti, hogy mondjuk megeszik 3 kiló csirkét egy nap, hanem ez azt jelenti, hogy minden csak módjával. Próbáljunk, törekedjünk arra, hogy minél szélesebb spektrumban táplálkozunk, hogy ne legyen egyhangú, és hogy minél több dolgot tudjunk magunkhoz vinni, akár... akár vitaminok szempontjából, akár fehérjék, aminosavak szempontjából, próbáljuk minél többet magunkhoz venni, és ezáltal egy kicsit szélesíteni a spektrumot, amiben tudunk táplálkozni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent tegyünk, hanem ez azt jelenti, hogy nyilván, hogyha bírjuk, akkor enni kell minél többet, és minél változatosabban. Ugye itt zöldségeknél még a répa is szóba jöhet, azt általában szokták bírni egyébként, egy székletfogó hatású, azt elfelejtettem említeni, az is egy lehetséges dolog. Nagyjából ennyit a gyümölcsökről egyébként, tehát itt is nagyjából ugyanaz a, az a vonal, ami a zöldségek esetén minden egyéni tolerancia, tehát ezek csak a nagy irányelvek. Magok hüvelyeseket kerüljük a francba, nem kell nekünk, tehát bab például nyilvánvalóan nem, ugyanúgy puffaszt, erős rost, nem kell az nekünk, nehéz megemészteni, felpuffaszt, azokat kerüljük el, tehát például ilyen, hogy csilis bab, az több szempontból sem jó ötlet. Tésztákat, tehát a köretek szempontjából a tésztákat, például azokat alapból kerüljük, hogyha egy mód van rá, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz megemészteni, és sok szénhidrát van benne, megfekszi a gyomrunkat, megfekszi a belünket, és nehéz neki. Törekedjünk a krumplira. Leginkább a krumpli az jó, illetve ugye abban sok a keményítő, de függetlenül egy jó dolog, ott is a tört krumpli, főtt krumpli, a sült krumplit azt ne nagyon, ha lehet. És hát természetesen ott van a jó öreg rizs, amit mindenki szeret, ugye? Mindenki? Na hát ennyi. Azt is próbáljuk meg kerülni lehetőség szerint. A hüvelyesek, hát igen, szóval a magok hüvelyesek, olajos magvak, ilyeneket ezek próbáljuk meg elkerülni, ha egy mód van rá, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon muszáj elropogtatnunk egy kis szotyit, akkor el lehet, hogyha bírja az ember, de óvatosan és módjával. Tehát módjával. Ne azt, hogy megeszünk 3 zacskó szotyit, nem szabad. Módjával. Ha viszünk kisbe, mindig próbáljunk keveset. És kicsit. Tudom, hogy kell. Tudom, hogy már elegünk van a diétából, de picit azért tartsuk magunkat. Üdítők. Szénsavasak. Nuku. Szénsavas nem jó. Eleve benne van a szóba, sav, szén, sav. Sav az nem jó nekünk, úgyhogy az eleve. A buborékok eleve nem jóak. Szénsavas üdítőket módjával, ha isszuk, akkor is nagyon módjával, nagyon moderáltan, de leginkább hagyjuk a történetet. Szűrt dolgokat 20% gyümölcs tartalom felett nyugodtan. Bocsánat, 20% alatt. Gyümölcstartalmakat, vagy 20% és az alatti gyümölcstartalmú szörpöket, italokat fogyaszthatunk. A fölött már módjával, és csak azokat, amiket bírunk alapból. Tehát mondjuk nehogy azt gondoljuk, hogy egy 100%-os körtelé majd az jó lesz, mert hát az egészséges. Nem szabad, ne gridiskedjünk, ne kezdjünk el butaságokat csinálni, ha meg is kóstoljuk nagyon módjával, tehát ilyen ennyit, és aztán kész. És akkor is, hogyha nem fáj egy 20-30 perccel utána, akkor lehet még egy picit, de módjával. Szóval a 100%-os dolgokat eleve kerüljük, iszonyat mennyiségi cukor van, ott van a fogyasztói kis dolgon feltüntetve, mindegyik, minden terméken ott van, ne legyünk lusták, fordítsuk meg a termékeket, olvassuk el, és ott lesz a hátulján leírva, hogy mennyire sok cukor van benne. A cukor nem jó nekünk, úgyhogy a cukrot azt kerüljük messziről. Tehát így ránézzük a kristálycukorra, és így kerüljük el. A 100%-os cuccokban nagyon sok van. És ne nagyon csináljunk rendes szörpöket, próbáljuk minőségi szörpöket. Én is kipróbáltam viszonylag minőségét. Jó, egy 400 forinttal drágább, igaz, de ha nem okoz tünetet, és jobb tőle a közérzetünk, az a 400 forint az semmit nem ér az egészségünkhöz képest, úgyhogy próbáljunk minőségi szörpöket venni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ne ilyen tele adalékanyagokkal, tartósító, ízfokozó, színezék, ez az van benne, legyen természetes, minél természetesebb nyilván annál kevésbé irítálhat minket, tehát annál jobb lesz nekünk. Nagyjából ennyi. Az alkohol és cigi. Na hát egyik sem ajánlott krón alatt, főleg az alkohol nem, a cigiseket sem szeretik, én jó magam sajnos cigizek.
ugye volt egy leszokós időszak, aztán visszaszoktam, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy sajnos a cigit sem ajánlják, vagy sajnos nem sajnos, a lényeg az, hogy az alkohol viszont abszolút destruktív, közvetlenül irritálja a bélnyálkahártyát, azt semmi esetre se. Egyrészt azért, hogyha mondjuk van egy gyulladás, tehát mondjuk a harmadik fázisban vagyunk, éppen fellángol a történet, akkor az nagyon fájni fog. És nem béltisztító hatású, nehogy azt higgyék, hogy a bélet megtisztítja, és akkor hú, de jó lesz. Nem lesz, megtisztítva a bél helyette iszonyatos görcsök lesznek, és még lehet, hogy baj is lesz belőle. Próbáljuk kerülni, mert ugye az elvékonyítja a bélnyálkahártyát, és az pedig lyukadáshoz, vagy félig áteresztő hártyához vezet, ami ugye pedig műtét. Úgyhogy óvatosan. Én azóta nem, amióta diagnosztizálták a Crohnt, nem is ittam egy csepp alkohol, sem semmit. A cigi, hát igen, arról nehéz leszokni, hogyha az ember már rászokott, de azt is próbáljuk normalizálni. Nem azt mondom, hogy feltétlenül le kell tenni. Tudom, milyen történet ez. Ha nagyon szükség van erre, hiszen ezeknek az IBD-s dolgoknak a stressz azért eléggé jelentős részét teszik, és nekünk kell a lelki megnyugvásunkhoz a cigi, akkor nyugodtan lehet, de módjával, nagyon módjával szorítsuk vissza, amennyire csak lehet, mert nem tesz jót, megemeli az esélyét a műtétekre. Gyógyszerek, igen. Itt még megemlíteném a pantó és onoprazolokat. Ezek azok a dolgok, amik gyomorvédőként vannak elnevezítve. Leginkább a pantoprazol származékok azok, amik így nagyon el vannak terjedve. És ezeket a gyógyszerszerűségeket nem igazán szokás felírniuk. Hát az orvosoknak sem, és a gyógyszertárba sem nagyon mondják. Pedig kell, ha sok gyógyszert fogyasztunk, legyen otthon pantoprazol, onoprazol, vagy bármi, ez ugye segít nekünk bevédeni a gyomrunkat, és nem lesz gyomorfekélyünk, kiukadás, bármi. Ez azért fontos, mert ugye amikor táplálkozunk, akkor a gyomrunkra rámegy egy ilyen vékonyka, úgynevezett pepsin réteg. És ez megvédi attól a gyomorfalat, hogy a gyomorsav elkezdje marni. Igen ám, de hogyha csak gyógyszert szedünk éjgyomorra, akkor ez ugye megnöveli a gyomorsav erősségét. És itt jön a probléma, mert a pepsin réteg viszont nincs ott, mert rendes táplálékot ugye nem vittünk be. És ez bizony egy idő után elég nagy problémát okoz. Úgyhogy ebben segíthet nekünk ezek a pantoprazolok, meg hasonló dolgok. Na most, összegezve a hallottakat, látottakat, így is fél órás lett ez a videó, pedig igazából ez egy úgymond egyszerű kérdéskör, de hát ugye elég sok idő kell hozzá, meg szerettem volna átrágni ezt az egészet olyan formába, hogy tényleg érthető legyen, mert sajnálatos módon nem nagyon mondják el ezt ilyen részletesen, nem is igazakat mondanak, nem is értelmeseket, nem is figyelnek, úgyhogy jobb, hogyha én ezt magamon tapasztaltam sajnos, hogy a kórházban is olyan lapokat kaptam, hogy olyan butaságok voltak ráírva, hogy Jézusom, és kipróbáltam először, mert mondtam, hogy biztosan hátha. Uh-huh. Tehát nem szabad ezeket. Nem azt mondom, hogy feltétlenül rám kell hallgatni, hallgassatok magatokra, vagy hallgassanak magukra. Mindenképpen egyéni tolerancia, tehát próbálják kitapasztalni, vagy próbáljátok kitapasztalni úgy, ahogyan nektek, vagy nekik jó. De óvatosan. Mindenképp sokszor együnk piciket, hogy ne terheljük a bélrendszert. Tudom, ezt nehéz megoldani, főleg munka mellett, iskola mellett, de jobb, hogyha nem kerülünk be a kórházba. Tehát mindig ezt szoktam mondani, hogy inkább figyeljünk erre, mint hogy bekerüljünk valahol. Nem olyan nehéz történet egyébként, annyira nem nehéz, csak megszokás kérdése. Sokszor kell picíteni, tehát akár 8-9-szer eszünk egy nap, de kicsiket. Tehát nem azt jelenti, hogy most hú, megjött az ebéd, és akkor annyit eszek, hogy majd kipukkadok. Azért pukkadunk ki majdnem, mert tele van a gyomor, és utána meg a bél is, ami a bélnek nem tesz túl jót. Úgyhogy próbálkozzunk kicsiket enni sokszor. Ki kell tapasztalni, abszolút, tehát ezt mindenképpen még egyszer leszögezem, tapasztalat. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megoldani, hogyha írunk étel vagy kajatáplázatot, ez úgy néz ki egyébként, hogy hát Wordbe vagy akárhova, Excelbe is meg lehet csinálni, teljesen mindegy, vagy akár lapra is, nekem
személy szerint teljesen mindegy, de ahogyan jól esik. A lényeg az, hogy ugye megfogalmazzuk, hogy milyen ételeket ettünk, reggeli, 10 óra, akármi, és akkor odaírjuk, hogy ezt meg ezt tettük. És alá meg, hogy milyen panaszt tapasztaltunk. Egyszerre mindig egy dolgot változtassunk az étrenden, hogy kizárjuk a lehetséges variációs esetőségeket, és így tudjuk, hogyha például tegnap mondjuk ettem babot, kipróbáltam, hogy jól esik-e. Jó, utána nagyon görcsölt alsam, akkor valószínűleg nem jó. Utána még ki lehet egyszer-kétszer próbálni, de hogyha egyértelmű, akkor onnantól kezdve már tök egyszerű. Igen, ám azért kell a táblázat, mert elfelejtődik, hogy éppen akkor, hogy éreztük magunkat, elfelejtődik akármi. Nyugodtan leírhatjuk akár a széklet minőségét, mennyiségét, akármit, amit szeretnénk abba a táblázatba, ahogyan mi szeretnénk, tehát nincs ilyen megkötés. Ahogyan nekünk jól esik, ha mondjuk nem leszünk reggelit soha, akkor azt ki is húzhatjuk, nem is kell felírni, teljesen mindegy, ahogyan jól esik, de próbáljunk meg egy ilyen ételtáblázatot összeírni, én is csináltam, nagyon sokat segít, érdemes a folyadékbevitelt is feljegyezni, mert ugye azt azért szeretném megjegyezni, ugye, hogy a Crohn, colitis és még az IBS esetén is nagyon sok a hasmenés, és így a víz visszaszívás is egy kicsit fel van borulva, fogalmazzunk így, és ugye a sok hasmenés miatt a dehidratációnak az esete is fennáll, ezért rettetően sok folyadékot kell fogyasztani, tehát főleg nyáron most ilyen melegben azért az a 3 liter azért legyen meg, tehát erőltessük meg magunkat. A folyadékbevétel nagyon-nagyon fontos, tehát mindenképpen, nem azért nézek ide, csak azt hittem, hogy ászik valami fel. Na, szóval, hogy mindenképpen próbáljunk meg a folyadékbevitelre. A folyadékbevétel nagyon fontos, abból is leginkább víz, de hogyha nem megy le a torkunkon, akkor tök mindegy. Lehet más is, csak nagyon szénsavas, buborékos, tötötö. A másik, amit még ugye a táplálék kiegészítők, tápszerek, ilyenek, gyógycuccok, hát nekem a NutriDrink speciálisan nem vált be egyáltalán, ami azt illeti, nagyon hány ingerem volt, én melyektem meg minden. Valamelyik beválik, valamelyik nem. Nekem most a Fresh Ubin vált be, abból is leginkább a karamellízű, nagyon sok típusú van. Ha megnézik az árukat, akkor eléggé drágák, viszont az orvos fel tudja írni a tápszerezést, és akkor ilyen bizonyos százalékos kedvezmény, 50, 75, 90, vagy mit tudom én, ilyesmi, hát ilyen kedvezményeket lehet kapni, és úgy már mondjuk 90%-a nem egy nagy pénz, szóval az is jó, de az nem váltja ki a rendes táplálkozást, tehát amellett ugyanúgy enni kell, de az egy ilyen plusz löket, hogyha úgy van. Úgyhogy ennyit erről, az is ki kell tapasztalni, van akinek a NutriDrink például semmi tünetet nem okoz, nekem nagyon-nagyon sok tünetet okozott, ki milyen, tehát erre csak ezt tudom mondani, nyugodtan ki lehet próbálgatni, rettentően sokféle készítmény van, sok ízben, úgyhogy azok nyugodtan rendelkezésre állhatnak. Azt tudni kell, hogy módjával kell azt fogyasztani, lassan kell fogyasztani, mert nagyon-nagyon nagy tápanyaggal bír, tehát tápanyagértékkel, nem lehet csak úgy ledönteni egyszerre, ez nem egy feles, amit így húzásra kell, hanem az szépen mondjuk egy fél napig kortyolgatjuk így kortyonként egyet-egyet, így 20-30 percenként így, és kész, ennyi volt. Vannak porformátumban, van tabletta formájában, mindenféle formában van, akinek mi jön be. Én nem szeretem a port, én leginkább az előre elkészített kis tasakot szeretem, amit szívószál bedugod, és úgy lehet enni, vagy inni. Hát enni, vagy inni, igazából majdnem olyan, mint egy folyékony kaja, szóval igazából esszük. Ami még fontos a vitaminok, hogyha nem tudunk annyira zöldségeket és gyümölcsöket eszegetni, akkor ugye rászorulunk vitaminokra. Ha immunszupresszánsokat szedünk, tehát immunrán meg hasonlókat, immungyengítőket, vagy nevezzük úgy, ahogy jól esik, abban az esetben a vitaminokat módjával kell szedni, de máskülönben a rendes adagolást, amit fel van tüntetve megint csak a fogyasztói részletbe, ott tehát ilyen napi egyet, mondjuk egy pluszt, vagy egy tablettát, ilyeneket nyugodtan lehet, van akik halolaj kapszulát vesznek be, van akik pluszt isznak, van akik vitamint, általában egyébként ugye az akut vérzéses állapot, vagy okkult, vagy rendesen látható vérzés formájában azért szokott jelentkezni ilyen tünet is, emiatt a vashiány áll fönt, az akut vashiány anémiás küllemet okoz, mint például nekem ugye, nekem elég fehér a bőröm, pont ebből azokból kifolyólag én sok vért vesztettem, most már szerencsére nem, de régen rettentően sokat, és ebből adódóan nekem akut vashiányom lett, ez azt jelenti, hogy a szervezetemben nincs olyan sok vas, ami úgy nem tűnik olyan nagy kuncnak, mert hát mondjuk az asztalomban sincs sok vas, csak a támlája, de ettől függetlenül a vas egy elég fontos dolog, most nem mennék bele, de a lényeg az, hogy az oxigén felvételben elég nagy szerepet játszik, konkrétan azt veszi föl, úgyhogy hát nem a vas, hanem a mindegy, most a lényeg az, hogy van egy
van egy molekula, amiben van egy vas, és az veszi föl, ahhoz tapad az oxigén. Lényeg, hogy ez egy fontos dolog, ez fáradtsággal, ugye az akut vashiány fáradtsággal, rossz kedvel, gyengeséggel párosul, terhelésre, nehéz levegővétel, hasonló, úgyhogy ezek is problémások tudnak lenni. A videó célja nagyjából ez lett volna, természetesen, ha bármi kérdésetek van, bármi, nyugodtan lehet, és nyugodtan tegyétek föl, én nagyon szívesen meghallgatlak titeket, és nagyon szívesen segítek, hogyha bármiben tudok. Még az volt egy kérdés, amit itt most utoljára most még eszembe jutott, hogy mit tehet az ember reggelire. Na hát ez is egy olyan dolog, hogy nehéz ezt megmondani, mert nem tudom sem a kor történetet, sem a progresszióját, se semmit, tehát egy epikrízis nem tudok, de igazából majdnem mindegy, vannak ilyen irányelvek, amiket ugye említettem a videó keretein belül, és még azt megegyezném, hogy ne írtózzunk attól, hogyha kicsit íztelenek az ételek. Meg lehet szokni, egy idő után jók lesznek azok is, a natur párolt rizs is ugyanolyan finom tud lenni. Megszokás kérdése, megszokás. Tényleg ennyit tudok mondani. Én is most voltam nemrég vendégségbe, és nagyon finom volt úgy, hogy nem volt igazán fűszerezve. Tehát megszokás. Hogyha az ember megszokja, inkább ez, mint a kórház. Én a mondó vagyok. Szóval nyugodtan lehet reggelire akár egy natur csirkemellet így megfogni, belerakni egy zsemlébe és megenni. Akár egy kis felvágottat, egy darabot, ketchupot, mindent mellőzzünk. Fűszerekről még annyit egyébként, aj, mennyi minden van. Fűszerekről még annyit, hogy csípős dolgokat, chili, alapenyó, mit tudom én, még ezeket ne felejtsük el, azok közvetlenül irítálják a nyálkaártyát, a bél nyálkaártyát. Egyébként nem csak azt, szánják ártyát is egyébként, de ez most a Crohn szempontjában annyira nem fontos. A lényeg az, hogy csípős, erősen fűszeres ételeket, azokat így dobjuk ki a kukába, nem kell az nekünk. Só. Ennyi. Hello. Körülbelül ennyi a történet. Még lehet esetleg ilyet, hogy hát, ha valaki bírja a borsot nagyon-nagyon picit, nagyon kapor picit. Tehát ilyen mindig a lényegeit az irányelvnek az, hogy nagyon picit. Tehát a fűszeres dolgokat eleve kerülni kell. Nagyon picit legyen fűszeres, ha már fűszeres, és csak akkor, hogyha bírjuk. Tehát ne legyen ilyen cheat day, ez nem bodybuilding, hogy most hú, lehet egy kicsit csalni, utána meg fáj a hasa az embernek. Ne, és az a legkisebb dolog, hogyha fáj, hogyha még problémát is okoz, akkor meg még inkább. Nem éri meg azt a vesződést, próbáljunk értelmesen, gondolkozva, tehát azt tudom ajánlani mindenképpen, hogy fordítsuk meg a termékeket, nézzük meg, hogy mi van ráírva, és ennyi a történet. Nézzük meg, tanulmányozzunk, képezzük önmagunkat, és akkor ez egyszerűbb lesz, higgyük el. Mert sajnos ezek olyan dolgok, hogy egyrészt egyéni tapasztalat, másrészt mindent elmagyarázni nem lehet, sem egy videóba, sem személyesen, sem sehogy. Ezt nekünk kell kitapasztalni, én egy átfogó képet azért amennyire tudtam átadtam, amennyire lehet egy 40 perces videóba átadtam, és remélhetőleg ez segített, hogyha mondom bármi kérdés van, speciális kérdés, tehát mondjuk, hát Baron, az a kérdés, hogy mondjuk eltek-e egyszer pörköltet, hát ne nagyon, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon akar az ember, akkor egy kicsit eszik belőle egy-két falatot. Mindig a módj, tehát mindig azt jegyezzük meg, ez a fő szabály. Módjával, tehát magyarul keveset, és egyszerre csak egy dolgot próbáljunk ki. Tehát ne az legyen, hogy mondjuk eszünk egy rántott húst, mert hogy hú, hát ha jó, és utána meg eszünk rá mondjuk csilis babot. Tehát ne. Eleve ilyen, hogy csilis bab ne nagyon legyen az ételünk között, de hogyha már mégis van, tegyük fel valamilyen oknál fogva, akkor legalább szerezzük meg a tudást, hogy nekünk mi jó. És hát kitartás emberek, mert ez egy nehéz történet, nem csak a diéta szempontjában, hanem minden szempontjából. De remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval. Én Baron Gáldaros, azaz Takács Olivér voltam, vagyok és leszek, és még egy csomó ideig gyártom nektek a tartalmakat, és köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a videót, és hát találkozunk a következőkben. Hello, egyébként meg lesz ilyen majd valamikor. Na, hello, csá, hello.